Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, én Varga Eszter vagyok. Hoztam nektek egy útmutatót, pontosabban egy energia szeretne rajtam keresztül most üzenetet küldeni számotokra, és hát ezt szeretném lecsatornázni. Bízom, hogy nagyon-nagyon sok emberrel fog rezonálni, ugyanis ez egy végtelen finom energia. Nem nagyon tudom másképp megfogalmazni, de a béke, a nyugalom, a végtelen szeretet energiája az, ami áramlik bennem, és ugyanakkor van egyfajta ilyen, zsizsgés benne, ezt nem tudom másképp mondani szintén, de olyan, mintha ez viszont nem a tiéd lenne. Tehát az a béke, az a nyugalom, ami benned van, az a tiéd, de az a fajta zsizsgés, amivel te mégis kapcsolatba kerülsz, az nem a tiéd. Na, bontsuk is ki, hogy mit jelent ez az energia. Még egyszer elmondom, mert végtelenül jó ezt érezni, és ha ebben vagy, akkor biztos vagyok benne, hogy a bőségteremtő állapotban vagy, megengedő állapotban vagy, és nagy szeretettel várlak a januári bőségteremtő kurzusomra, mert készen vagy arra, hogy beengedd azt a fajta áramlást, ami meg akar hozzád érkezni. Hogyha még nem tartasz itt, akkor viszont az ősökkel kapcsolatos karmikus kötések oldása meditációt ajánlom, ami ugye pénteken lesz, illetve a női kurzusomat is, ami hozzá fog segíteni téged ahhoz, hogy fölismerd, hogy miben is vagy benne. És hát a női témához kapcsolódó eseményeimnek a felvétele, azok pedig, mint egy mérföldkő, meditációkkal tudnak neked segíteni abban, hogy felzárkózzál, hogyha az önismeretedben még szükség van arra, hogy előre lépjél a bőségteremtéshez. Ha viszont te már itt vagy, ebben a nagyon-nagyon finom, érzékeny állapotban, akkor egyrészt szívből gratulálok, másrészt pedig egy kicsit dicsérd meg magad. Tehát ez a legfőbb érzésem, hogy próbálj meg nem a külvilággal foglalkozni. Ugye a lap, amit kaptatok, az az áldott változásról szól. Életedben egy nagy horderejű, pozitív változás várható, és hát nem csoda, hogy ez az energia ilyen finom és ilyen szép, mert hogyha megnézitek, ezen a lapon van egy hát sellő nő, aki akár fejjel lefelé is nézheti a világot, neki teljesen mindegy, de minden, hogy boldog. Tehát, hogy független mindentől és mindenkitől az érzés benne, legalábbis felé most ez sugárzódik erről a képről, és tudja, hogy a nap az mindig süt, ott vannak körülötte az állatok, a növények, a saját közegében van, tehát vízben van, tehát minden rendben van vele. Hát tényleg nagyon jó ránézni erre a hölgyre. Pontosan ugyanilyen energiát hordozok én is most, és ezt szeretném átadni annak, akivel rezonál. Ugye korábban az a lépcsőfok, ami jártál, az arról szólt, hogy az égiek fáradoznak érted, hogy segítsenek neked, és ebben én most azt is beleértem, hogy egy ősöd fáradozott érted, hogy segítsen neked. És biztos vagyok benne, hogy ha itt vagy, akkor pontosan tudod, hogy ki az az ősöd, aki neked a legtöbbet akarta segíteni abban, hogy ide elérkezzél, és sikerült. Sikerült ez az áldott változás, legalábbis beleértél ebbe a folyamatba, és föl tudsz lépni arra a lépcsőfokra, ahol te már egy gyógyítóként vagy jelen, hogy azt írja ez az orákulum kártya, hogy csodálatos gyógyító erővel rendelkezel, használd bátran továbbra is, és vedd észre az ismétlődő jeleket és a belső útmutatást,
mivel ezek számodra értékes üzenetet hordozhatnak. Ez mit is jelent valójában? Számomra ez most azt jelenti, hogy értsd csak meg ennek a nőnek az arcát. Itt vannak a kezében a delfinek, és rájuk figyel. És hogyha rájuk figyel, akkor nem boldog az arca. Akkor az arca egészen elveszti azt a fényt, ami itt még ezen alapon korábban megvolt. Tehát ha belebonyolódsz a külvilágba, belebonyolódsz a másik emberbe, a másik embernek a reakcióiba, hogy ki hogyan reagált, és ki hogyan viselkedett, akkor nem leszel boldog. Akkor nem tudsz ilyen gyógyító lenni. Ezért még egyszer elmondom, mert nagyon-nagyon fontos az ősökkel kapcsolatos karmikus kötések oldása, meditáció. Azért bonyolódsz bele, mert karmikus kötéseid vannak még, és sokkal jobban figyelsz másokra, mint a saját utadra, a saját boldogságodra. Ezért, hogy azokat a figyelem energiákat, amik még mások viselkedését figyelik, azokat vissza tud venni magadhoz, ahhoz szükség van az energetikai módosításra. Ez magától nem fog eljönni. Tehát azzal, hogy elméből valaki azt mondja, hogy jó, most akkor mától én nem figyelek rád, ez nem fog működni, mert elnyomhatod az érzéseidet, de akkor a tested, a következő generáció valahol valaki fog jelezni, és mégpedig olyan úton, módon, hogy elakadt életterület, fájdalmas testi jelek fognak megjelenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nem érdemes megvárni, ezért vannak ezek a rezgésszint emelő tudatos meditációk, amikor te konkrétan az őseiddel dolgozol, azokkal a karmikus kötésekkel dolgozol, amik megakadályoznak abban téged, hogy ilyen nagyon-nagyon finom és boldog legyél, mint ez a nő a képen, akinek aztán tényleg tök mindegy, hogy fejjel lefelé van, vagy fölfelé, mindegy, hogy hol van, mindenhogy boldog, csodálatos energia tényleg. És hogyha te a figyelmedet másoknak a reakcióiba fekteted, akkor nem tudsz ilyen felszabadult lenni. Miért nem? Mert a legtöbb ember nem foglalkozik a sérüléseivel, a legtöbb ember nem foglalkozik a karmáival, nem foglalkozik azzal, hogy a másik mit érez, csak ő ne érezze a nehéz érzéseket, ezért betesz a térbe különböző olyan információkat, amivel önmagán könnyíthet, de azzal nincs tisztában, hogy akár energetikailag is milyen nehézséget okoz a környezetének. Ezért, ha te megtanulsz függetlenné válni, már pedig a karma joga, az a fajta tudás, amit én szeretnék nektek átadni folyamatosan, arról szól, hogy függetlenedj, érzelmileg függetlenedj. Ez nem egy végső állapot, mert nyilván innen az egység élményt éljük meg, tehát a következő lépcsőfok az egység élmény, ahol már a létezéseddel gyógyítasz, mert egységet élsz meg a többiekkel. De az oda vezető úton folyamatosan azon dolgozunk, hogy függetlenné váljunk érzelmileg. Legyünk olyan stabilak, legyünk olyan erősek, hogy ne hasonl ránk a környezetnek a viselkedése, a különböző cselekedetei. No, és te most ide érkeztél el, akivel ez rezonál, tényleg szívből gratulálok, mert csodálatos energia, és az a fajta kis rezgés, zizgés, amit, mint az elején említettem, benne van ebben az energiában, arról szól, amire most szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ez nem a tiéd. Ez nem a te energiád, te megdolgoztál azért, hogy ezt a fajta örömöt, ezt a fajta boldogságot, ezt képviseld, hordozd, és mindig minden pillanatban vidd magaddal. Nem tudsz megmenteni másokat, nem biztos, hogy mindenki érti azt, amit te mondani szeretnél, és nem biztos, hogy mindenki
mindenkinek jó az, ahogy te tudsz szeretni, de ezért nem magad ad bánst, hanem azokat az embereket keresd, vagy várjál türelemmel azokra az emberekre is, akik első pillanatban akár nem tudják elfogadni azt a fajta megnyilvánulást, ami belőled jön. De semmiképpen ne fuss el most már el, ne csapd be az ajtókat, fogadd el mások viselkedését, és ne a külvilágban legyél bezárva, hanem a saját csodádat éltesd belül. Ezért nagyon-nagyon sokat meditáljatok, én tényleg azt javaslom, és a karmikus forrásemléktisztítás, ami ilyen csoportos volt, annak a felvételét 2500 forintért meg tudjátok vásárolni. Az is arról szól, hogy hogyan állj bele a saját nagyságodba úgy, hogy szeretetteljes tudjál maradni. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon csodálatos folyamat, és minél többször ismétled, annál többször benned lesz ez a rezgés, és kívül tudod hagyni másoknak a nehézségeit, azoknak, akik nem akarnak mélyen foglalkozni az önismerettel, és nem is tudják, hogy olyat tesznek be a térbe, ami nem a hálán, nem a kölcsönösségen alapul, csak azt hiszik, hogy mondjuk hálásak, de közben energetikailag mégiscsak a győzelemre hajtanak, és ugye ebben a pillanatban már elérhet hozzád az a fajta rezgés, ami tőlük jön. Erre figyelj, hogy a terezgésed az nagyon-nagyon pozitív, az nagyon-nagyon szeretetteljes, az nagyon-nagyon békés, nyugodt, és ami nehézség, az kívülről jön most már, és ne bánts magad érte. Tehát lehet, hogy túl sokáig bántottad magad mások viselkedése miatt, de ha sokat dolgoztál önmagadon, akkor el kell jönni annak a fordulópontnak, mint ahogy itt mondja, mutatja is a kártya, hogy áldott változás, amikor már nem bántod magad azért, ami kívülről jön, hanem elfogadod, hogy másik emberek így tudnak viselkedni, ezt tudják betenni a térbe. És már vagy olyan erős, hogy bármelyik pillanatban, bármelyik kapcsolatodat meg tudod újítani. És nem a bezárkózás, nem az elfordulás. Tényleg a legtöbb ember csak abban hisz, hogy egyedül nem tudja magát odaadni. Te most már legyél olyan, aki oda tudja magát adni. Ne az egyedülben higgyél, hanem a közösben, akkor is, hogyha nehézség van a térben. Ó, nagyon szép energia, és kívánom, hogy minél több emberrel rezonáljon, aki hallgatja itt ezt a videót, mert tényleg egy olyan gyógyító szív energia áramlik át rajtam, ami biztos vagyok benne, hogy hosszas önmunkának az eredménye, és szívből gratulálok egyrészt, másrészt pedig még egyszer mondom, hogy ha te is szeretnél ide eljutni, akkor jó szívvel ajánlom a programjaimat, az elérhetőségek azok ott vannak a videó alatti leírásban, és kapcsolódás az univerzummal, meditáció, nagyon különleges, hogyan tudsz úgy leválni a nehéz érzésekről, amiket mások feléd küldenek, hogy mégis a szeretet terében tudjál maradni, és a saját utadra tudjál figyelni. Hogyan tudsz beleállni a saját erődbe úgy, hogy szeretet terében maradj. Ez meg a kapcsolódás, illetve ez a forrásemlék tisztítás meditáció. A férfiakkal kapcsolatos megfigyelésedet tudod módosítani a férfi lélek eseményének a felvételével. Nagyon-nagyon sok olyan hasznos és tényleg figyelem energiát módosító információt adok át ezeken az eseményeken, amiket szívből ajánlok azoknak, akik még nincsenek itt ebben a lépcsőfokban, de nagyon-nagyon szeretnének megérkezni, mert csodálatos energia ez. Bízom, hogy minél többetek sikerül fölépni erre a lépcsőfokra, és kívánom is, hogy így legyen. Minden jót nektek. Sziasztok. Hello, hello.